Belgiumban folyamatosan javulnak a járványügyi mutatók, így a fokozatos lazítás újabb szintje érkezett el. Éjféltől megszűnt az éjszakai kijárási tilalom, és megnyithattak az éttermek, sörözők, kávéházak teraszai. A brüsszeliek egy új élet kezdetének élik meg a szombatot. Ez a hölgy azt mondja, azt tervezi, hogy sokáig marad. Az ital után eszik még valamit. Régóta várt már erre a pillanatra. Ez egy kivételes alkalom, lelkendezik egy fiatalember. A pincér is azt mondta, hogy 10 éve van itt, de még soha nem élt át ilyet. Boldog vagyok, hogy itt lehetek. A pillanat nem csak a vendégeknek különleges, a vendéglátók is rég vártak már rá, hogy újra kinyithassanak. Az egyik kávézó üzletvezetője szerint nem csak a kulináris élvezet a fontos, hanem a szabadság már-már elfeledett íze is édes. A személyes emberi kapcsolódás hiánya társadalmi szinten is visszaüthet. Ez most nem csak az ízlelő bimbók öröme, hanem a léleké is. Görögország újra megnyitotta strandjait, tengerpartjait egy héttel az idegen forgalmi szezon rajtja előtt. A görög kormány április közepén kezdte a fokozatos lazítást. Május 11-től érkezhetnek a külföldiek, nyitnak a múzeumok, egy héttel rá a mozik, majd a színházak is.